Pár éven belül megújulhat a 60-t Budapesttel összekötő vasúti vonalszakasz. A korszerűsítésnek köszönhetően a vonatközlekedés felgyorsul. Természetesen nem csak a vasútvonalat újítják fel, hanem a hozzájuk kapcsolódó vasútállomásokat is. Bakk község esetében jelentős változást eszközölnek. Hát ez egy nagy lélegzetű program, egy Európai Uniós programnak a része, és Budapesttől egészen Záhonyig van tervezve ennek a teljes korszerűsítése, sőt egy északi koridor, ami az északi tengertől Lengyelországon, Szlovákián át egészen leaszódik, egy villamosított vonal is ebbe beleilleszkedendő. Tehát egy nagy ívű és nagy léptékű programról van szó, amely részben mostanán Gödöllő miatt van kicsi a tervezés megtorpanva, hiszen Gödöllő város vezetése nem tartja esztétikusnak a felüljáró megépítését, amely egyben nem csak a vasút, hanem a hév vonalat is átívelné. Az ő általuk elképzelt formáció az pedig nem finanszírozható, hiszen egy vasúti fejlesztési programból közútépítés, épületek kisajátítása és egyébek nem finanszírozhatóak. Bagnak és a térségnek mindenféleképpen nagyon komoly lehetőséget teremt ennek a programnak a megvalósulása. Különös tekintettel arra, hogyha az aszódi és bagi vasútállomás egy közös galgamentiként nevesítendő, úgymond pályaudvarként elkerülne megépítésre, mert azért műszakilag is és egyéb más forgalomtechnikai szempontból is abszurdum, hogy egymástól mondjuk 800-900 méterre épüljön kettő, azaz két darab vasútállomás, egy bag, egy pedig aszódi névvel, arról nem beszélve, hogy a bagiaknak, ha a trockásként ismert út, ami összeköti aszódot és bagot, egy felújítása, fejlesztése kapcsán még közelebb is kerülne, illetve központibb fekvése lenne a leendő vasúti csomópontnak, mint ahogyan most van. Tehát mi ezt, én magam is ezt a programot így a mai reggel folyamán Tóth András osztályvezető úrral még egyeztettem is, hogy a jellegi állapotok hol tartanak és hol vannak, úgyhogy ők ezt a javaslatot örömmel vennék, és ha ezt megfelelő konszenzussal a térség lakosságainak a szempontjait előtérbe tartva egyeztetnék és vinnék végig, és nem lokális mondjuk aszód, meg bag, meg hasonló érdekeket, hanem galgamenti emberek érdekeit néznénk, akiknek a budapesti jutás ezáltal lényegesen gyorsabb lenne, hiszen az a vonat, amely gyors vonatként majd megáll a aszódi vagy galgamenti központban, az nem áll meg bagon. Tehát a bagiaknak ráadásul meg központilag is jobb fekvése lenne a trockás melletti csomópont, mellesleg mindenféleképpen még az aszódinak mondott pályaudvar is bagi földre épülne meg, tehát ennek az átgondolása most van folyamatban, hamarosan jönnek a tervezők, és ezt megpróbáljuk újra gondolni és a helyre tenni. A vasútfejlesztés még a tervezés időszakában jár. A fejlesztésre azért van szükség, mert az Európai Unióban egységesíteni kívánják a vonatközlekedést, 160 km/h kívánják növelni a vonatok sebességét. Erre viszont jelenlegi állapotukban helyenként alkalmatlanok a magyarországi vasútvonalak. Tehát itt konkrétan ugye arról van szó, hogy a jelenlegi eléggé beépített szűk kanyarokkal, lassú jelekkel, stb. Teletűzdett pályaszakaszt kell modernizálni, hogy a vonat azért valamivel gyorsabban tudjon menni. Ugye azt tudni kell, hogy ez azért az egész Budapest keleti 60 vonalas útvonalon nem 100%-ig lehet megvalósítani, mert egyes helyeken akkora költsége járna a pályaszakasznak a átépítése, épületek elbontása, hogy nem tudták megcsinálni mindenhol, tehát ott 120 meg 100 km/h szakaszok is lesznek benne, viszont Mária Besnyőtől 60-ig 160-as lesz a pálya. Ugye ennek az egyik fontos része ez a úgynevezett bagi ív, amit egy jóval nagyobb sugarú ívvel fognak megoldani, ami ugye bírja ezt a 160-as tempót. Ugye az ív miatt mind a bagi állomás, mind az aszódi állomást el kell bontani, a régit, és teljesen új helyen kell megvalósítani. Bagon még, tehát a vasúti híd az egy elég kritikus része a egész beruházásnak, ugye azáltal, amikor azt elbontják, mi fog történni az átmenő forgalommal, ami ugye elég jelentős, mert a hármas út felé azon keresztül bonyolódik le a forgalom. Erre, amikor itt voltak a tervezők, ugye több megoldást dolgoztunk ki, vagy egy elkerülő utat a mostani vasútállomás másik oldalán, tehát ahol most a gyalogos közlekedés van, ott egy ilyen idegenes provizóriumot építenek, és ott lesz megoldva
autós elkerülés, vagy a mostani földes útunkon, ami az úgynevezett trockás út, azon lesz ez az ideiglenes autó elvezetés megoldva. És egyébként a beruházás volumenéről még annyit, hogy ezt a Galgapatakot is egy kicsit át kell terelni egyes helyeken. Kapunk egy új PFT telepet, tehát egy pályafenntartási telepet, az is Bagi felségterületen fog állni, és maga ennek a trockás útnak a keresztezése is egy teljesen új helyen és új módon fog történni. Ugye mind a kettő fél sorompóval biztosított a 160 km/h sebességre megfelelő szabványokkal. Ha egy patakot is egy picit arrébb kell rakni, mennyire figyeltek oda a környezetvédelmi szempontokra? Hát a környezetvédelmi hatástanulmány az jelenleg készül. Ugye most az egész projekt a legutolsó tájékoztatás szerint épp azért állt meg, mert nem készült el még a környezetvédelmi hatástanulmány, tehát most egyelőre felfüggesztették az eljárást. Elég komoly hatástanulmány volt, tehát én ezt a tanulmányt átolvastam, ezt az anyagot, tehát itt a különböző védett növények élőhelyeit megvizsgálták, állatokat, hol, merre, mi él, milyen mocsarak vannak, védett területek, tehát mindent végignéztek és belevettek a tervbe. Terben van esetleg, hogy zajvédőfal kerül kialakításra? Igen, terben van, tehát Bagon is lesz egy zajvédőfal. Pontosan hol ezt egyre nem tudom megmondani, de láttam, hogy léte van a terven. Tehát ugye ahhoz képest, hogy most semmi nincs, csak ott megy a árokba vonat, azért ez egy elég nagy előlépés. Az előzetesen kialakított tervekről a község jegyzőasszonyával beszélgettünk. Ami Bagnak előny az az, hogy tulajdonképpen a valószínűsíthető lesz, hogy egy kicsit a Pest felé, illetve Aszót felé menő forgalom, az autós forgalom talán lecsökken. Nagyon jó lesz az, hogy ott lesz egy P+L parkoló, ahol az autóikat el tudják helyezni az utasok. A községnek a vezetősége ezt egy szándéknyilatkozatban támogatta. A tájékoztató tervezés folyamatába bevonták az önkormányzatot, tehát többször volt itt kín a MÁV-nak a tervezői képviselete, tulajdonképpen az UVA-terv a tervező. Kapunk egy felújított vasúti hidat, ami most már azért elég régóta igénye a településnek, ahol járda is lesz, tehát gyalogos közlekedés is és kerékpár közlekedés is megoldásra kerül. Előnye lesz még az, hogy a most lerobbant és tulajdonképpen bontásra ítélt vasúti váró helyett egy modern új várót kap a település, fedett peront kap a település, buszpályaudvar lesz kialakítva, tehát mindenképpen utasforgalom szempontjából ez nagyon előnyös lesz. Ami még előnyös az, hogy ez teljesen a MÁV beruházása is nem kerül Bagnak költségébe. Minden korszerűsítés minőségi javulást hoz, és nem csak a vasútvonal, de a települések tekintetében is. Hát biztos vagyok benne, hogyha a P+R parkoló is megépül mellé, az esetben egy ilyen galgamenti pályaudvarról, mondjuk 30 percen belül Budapesti jutnak, és nem 50 perc, tehát a menetidőben sokkal jobban felgyorsulna, és érdemesebb lenne letenni az autókat itt, meg talán még olcsóbb is lenne a Budapestre való bejutás és hazajutás. Esetleg ipari parkok szempontjából ez fontos fejlesztése? Mindenféleképpen, ha a mondókám elején az északi korridort említendő, amely komoly lehetőséget teremt a lengyel-szlovák reláció tekintetében, egy komoly gazdasági lehetőség is megteremtődne ezzel paralel, és olyan szállításokat lehetne, és szerintem logikusan kellene is vasútra tenni, amelyek most a eléggé túlterhelt közutakat, és az egyébként lehamortizált közútjainkat, de akár a szlovákokat is beleértve tudná csökkenteni a terhelésüket. Várhatóan mikorra fog befejeződni a tervezési folyamat? Jelenleg ismereteink szerint, amennyiben sikerül Gödöllő városával idézőjelben a zöldágra vergődni, és egy műszaki és közlekedési praktikum mentén, és nem elsődlegesen egyéni, esztétikai és egyéb más szempontok, amik egyébként pontosak, de mégiscsak megelőzik talán a műszaki tartalom tekintetében a szempontokat, illetve az Aszód-Bag nevezett két vasúti csomópont helyett egy galgamenti csomópontnak a tervezéseit is, ha sikerül ebbe a programba a helyre tenni. Reményem szerint ez ezesztendőben, 13-as évben perfektuálódhat, tehát megvalósulhat, és a most induló Európai Uniós ciklus keretében, ami ugye 7 éves, reményeim szerint meg is valósulhatnak ezek a úgymond fejlesztési programok, ami az itten érő embereknek a budapesti relációból komoly könnyebbséget jelenthet, illetve a munkahelyteremtési koncepciók mentén pedig az itt már lévő, vagy éppen települni vágyó ipari parkok tekintetében komoly lehetőséget nyit majd meg. Thank you.